Kincses Kálmán, a Székelyszent Erzsébeti református lelkész délutáni lovaglásukról kérdezi gyermekeit. Egyedül tudok lovagolni, 2 kört vagy 3 kört megyek, és utána leszállok, mert a ló fárad. Szent Erzsébet udvarhelyszék egyik peremfaluja. Az itt élők jól tudják, hogy a hagyományoknak tényleg megtartó ereje van. A településen 15 éve szolgál Kincses Kálmán. A református lelkészt az állattartó gazdák is számon tartják, hiszen 10 év alatt az egyik legnagyobb székelyföldi szürke marha állományt alakította ki. A hungarikumként számon tartott őshonos fajta első példányai baráti ajándékként kerültek Szent Erzsébetre, a csorda létszáma mára meghaladja a 100-at. Irigyelni tudom azokat a gazdákat, akik előre megtervezik a gazdaságot, hogy ezt megteremtik a körülményeket, ugye, és akkor utána hoznak állatot, és akkor úgy próbálják a rendet fenntartani. Nálam ez mindig fordítva volt, és ez mindig a nehezebb. A nehézségeket azonban leküzdendő próbatételként élte meg Kincses Kálmán, akinek a legfontosabb célt a gyülekezeti élet szervezése és a helyi közösség erősítése jelentette. Közösségi programokat indított az otthonává vált településen, ezek közül több a falu névadójához, Szent Erzsébethez kapcsolódik. A pünkösdi királyné választás az egyik újra népszerűvé vált tradíció. A régi ünnepekkel mi tulajdonképpen nem a múltat akarjuk visszahozni, hanem abból a múltból egy erőt megtapasztalni, ami nagyon nehéz történelmi időkben megtartotta ezt a közösséget, ezt a népet, ezt a nemzetet. És a jó érzésben eltöltött ünnepi alkalmaink, azok erőt kell adjanak számunkra. Hogy akkor, amikor baj van, akkor, amikor nehézség van, akkor, amikor kereszthordozás van, akkor a megtapasztalt pozitív erőforrásokból lehessen gazdálkodni. Az elmúlt években a Szent Erzsébeti egyházi épületeket sikerült felújítani. Pótolták az első világháborús beszolgáltatási kötelezettségek miatt hiányzó orgonasípokat is. Az igényesen restaurált orgona hangjánál távolabbra szállt 2016-ban a Cickom trió éneke. A kincses házaspár lányai, Gyöngy és Ilka barátnőjükkel, Györgyi Hajnal Csillaggal a Fölszállott a páva televíziós vetélkedőben székely népdalokkal szereztek elismerést. A településen egyébként komoly hagyománya van az éneklésnek. Szent Erzsébetnek nagyon gazdag a nóta és a népdal kincse. Sok olyan van, ami helyi jellegű. Most azok eléggé le vannak penész esetben, de néha előkotorjuk, leverjük a penészről. Az volt a szokás, hogy a zenészekkel együtt énekelt mindenki. Na most ugye ennek a mi korunkban már ebben a korban kezdett hanyatlani, a zenészek elhaltak, nem maradtak már csak 3-4 zenész az idősebb korosztályból. Éppen ezért indították útjára az idősebb résztvevők hajszíne miatt tréfásan szürkebálnak nevezett nótaestet. Eperjeske polgármestere, Pásztor Gábor örömmel vesz részt a testvértelepülés ünnepén. Valami olyasmit őriznek az itt élő emberek, ami úgy gondolom, hogy számunkra ma már példaértékű. Egy olyan Európában élünk, ahol a keresztény értékeket akarjuk megőrizni, ahol a nyelvünket akarjuk megőrizni, és hála Istennek itt az emberek még ott tartanak, hogy még a magyarságuk mellett azokat a magyar hagyományokat még képesek megőrizni. Van, akinek egyelőre még telefonos segítségre van szüksége a dalszövegek felidézéséhez. A nótaest helyszíne a helyi kocsma, falán az egyik fénykép a 900-as évek elején készült. Szent Erzsébeti férfiakat ábrázol, akik anyagi okokból vállaltak munkát túl az óceánon. A helyiek szerint valamennyien hazatértek, ami szintén példaértékű a mai fiatalság számára. A felvidéki cserkész mozgalom ikonikus alakja a 95 éves Kálmán László, akivel hamarosan önök is találkozhatnak.